Halló, kedves néző, bocs, hogyha nagyon pocsékul nézek ki, ez mindig így van, de most kifejezettem, mert most jöttem meg a dolgozásból, aztán még nem volt lezuhanyzási jelleg, mert mondom, elő felszem a videót, aztán elkezdem konvertálni, konvertás közben meg fürdőzgetek, kaját csinálgatok, meg hasonlók, aztán mire végzek, talán 50%-nál lesz már a dolog, és talán el tudom konvertálni addigra, mire úgy leülnék, azt néznék valamit. Fú, a talpam, az aztán kész van. Jó, az a videó nem erről kellene, hogy szóljon. Úgy döntöttem, hogy megcsinálom azt a videót, csak egy picit másképp, amit annak idején vettem fel, még a legelőző, majdnem azt mondtam legelső, de nem a legelső, hanem aztán a második csatornámra. Ezen a csatornán nincs ezzel kapcsolatban konkrétabb videó. Animék, meg a megismerésük, meg a megkedvelésük, meg hogy kezdtem el így konkrétabban nézni ezeket a dolgokat. Na hát, még ezen a csatornán van Dragon Ball-os dolog, videó külön a Dragon Ball gyerekkor, vagy mi a címe? Na arról külön akkor nem fogok így kitérni, csak nagyon minimálisan. Ha ez egy külön videót megért, akkor nyilván ez a videó lehetne másfél óra önmagában, mert ez legtöbb videóra igaz, az a helyzet. Na hát, azt hiszem elsős, másodikos, a franc ugyanindikos voltam már, mikor elkezdték adni a Retek klubban a Dragon Ball-t annak idején. És gyakorlatilag én az első résztől kezdve néztem a televízióban ezt az eseményt. Bizony. És nyilván fogalmam sem volt arról, hogy ez mi az, hogy anime. Csak azt tudtam, hogy valami mese van, tök jó, Son Goku, Kamehame, azt akkor néztem. Nyilvánvalóan mindenféle logika, meg értelem nélkül. Fú, de jég a gyomrom, baszod. És mindaddig figyelemmel követtem egyébként a televízióban a Dragon Ball-t, amíg ugye ellen nem vették így ilyen nappali, mit tudom, délután 4-kor ment, vagy valami ilyesmi volt. Szóval addig néztem, még át nem rakták éjszakára. Aztán éjszaka ment valameddig, talán egy-két részt, míg úgy valahogy videókazettán láttam, nem, utólag a szomszéd srác megvett videókazettákat, amik pont azok a részek voltak, mit tudom én, hát az androidos szagának az eleje, abból egy olyan 20 rész, vagy valami ilyesmi. Azokat még láttam, aztán kb. Addig tartott nekem az egész a televízióban. És ugye onnantól fogva csak és kizárólag az a Kölyök klub, ami volt az RTL klubban, meg utána volt egy ilyen kis animés blokk, annó Inuyasha, Pokémon, meg a Pokémon az lehet pont a Kölyök klubon belül ment, de volt Inuyasha, volt Pokémon, volt a Yu-Gi-Oh, ugye, ezeket úgy nézegettem, volt még egy-kettő, de a többit azt úgy nem szerettem, a, hogy hívják azt a szart. Az a Lina vagy Luna, vagy ki a szar, a főszereplő, meg Zelgadis, meg ezek, eszembe nem fog jutni a neve most. Szefi szerette azt is, én nem bírtam, láttam egy pár részt, de én nekem attól agyfaszom volt. Szóval, hogy így, ezek így mentek, de így nem volt, mondom, konkrét tudomásom arról, hogy mi van, hogy mik ezek, úgy voltam, hogy rajzfilmek ezek is, azt kész, mint a többi. Jó ráfügtem a Yu-Gi-Oh-ra egyébként, aztán nem adták soha tovább az 50. vagy 60. résznél. Aztán nézem az 50. vagy 49. vagy 50. epizódot, így végignéztem, alig várom a következő vasárnapot, hogy lássam a következő részt. Aztán mi van? Egy héttel kis vasárnap az első részt adják le. Hát mondom, felhúztam magam, és éveket kellett arra várni, hogy be tudjam fejezni a tetves Yu-Gi-Oh-t, hogy végig tudjam nézni, és a legjobb részek jöttek ott, ugye? A Battle City, vagy mi a szar, meg ilyenek. Fú, de mérges voltam amiatt. Na mindegy. Aztán, ugye ott kapcsoltam bele ebbe az egész témába, az animék világába újra, amikor megismertem a Szefrencet, a Szefi nevezetű gyereket, aki mondta, nem tudom, beszélgettünk, ugye ezt nagyon sokszor elmeséltük már, beszélgettünk egy tesi óra alkalmával, egyikünk se tesizett, nem volt cuccunk, előfordult párszor, aztán ugye üldögéltünk a padon, és akkor ugye elkezdtünk, hát igazából előtte nem beszéltünk kb. Semennyit, de ott elkezdtünk így előről beszélni, aztán valamilyen nagyon random módon előjött az, hogy Dragon Ball. És akkor mondom, hogy nagyon szerettem, mikor kicsi voltam én is, izé, mondja Szefi, hogy nekem megvan egyébként az egész. Mondom, most viccelsz velem, öcsém? Mi lenne, hogyha odaadnád nekem? És akkor így végül is aznap még elmentem hozzá, át
adta nekem ugye az összes Dragon Ball epizódot, a simától kezdve a, hát az egészet. És nagy élvezetek közepette a következő két hónapom kb. Abból állt, hogy hazamentem, nem tanultam, hanem Dragon Ball-t néztem. A legelejétől, a legvégéig. Még a GT-t is, bár azt igazából végig szenvedtem. És akkor így ennyiben kimerültem gyakorlatilag. Szefi még mondott egy-két dolgot, hogy fú, vannak ilyen izé jó kis dolgok, de úgy nem érdeklődtem túlzottan. Ami felkeltette a figyelmemet akkor tájt még, az a Final Fantasy 7 volt, így maga a sztori. Hát nem tudom, vagy szóba került az is, de szerintem az nem Szefivel került szóba, és ő is mondta, meg ő is beszélt róla, de nem akkor keltette fel az érdeklődésemet, hanem franc valahogy, nem tudom, de azt tudom, hogy én konkrétan néztem full végigjátszást annak idején a Final Fantasy 7-ről. Jó, az nem anime egyébként, de na, japán jellegű dolog. És akkor így ugye, akkor megnéztük az Advent Children-t, meg láttam az Advent Children-t, meg hasonlók, és úgy ráfügtem arra is valamilyen szinten, nem mintha ez egy ilyen 1600 részes valami lenne, érted? De azért is egy fontos pont volt anno. Aztán így eltelt egy-kettő év, úgy nem nézegettem túlzottan semmit, lehet túlzok, nem telt el egy idő, ez egy ilyen fél év volt az egész egyébként, és állok ott, így az iskolában, utolsó előtti, nem utolsó óra következett, és szünet volt, mégis ott állok, ott áll, igazából az egész emeleten voltunk, vagy hárman, vagy négyen, ott állok egyedül, két osztálytársam azok ott beszélgetnek, aztán egy harmadik csáva, akiről fogalmam sincs, hogy ki volt, mert nem ismertem, és elkezd beszélni a két osztálytársammal. Az egyik osztálytársam lelép, és ketten maradnak ott, és beszélgetnek, valahogy szóba került a Dragon Ball náluk. Én ugye nem kapcsoltam be beszélgetésben, csak ott álltam, igazából MP3-at hallgattam, azt hiszem, sok szünetben volt ugye az a téma, és valahogy beszűrült pár mondat, és ugye elkezdtem érdeklődni, és így lehalkítottam az MP3-at nyilván, és így igazából hallgatóztam. És így megszólalt egyszer csak a gyerek, hogy fú, egyébként van egy nagyon jó anime, ami olyan, mint a Dragon Ball. Én meg így... nagyon elkezdtem figyelni. Nem így volt pontosan a mondat, hanem olyan, mint a Dragon Ball, csak kardokkal. Ez volt, ez nagyon megmaradt nekem ez a mondat, és Istennel esküszöm. És ez volt ugye a Bleach. Ez túlzás, hogy olyan, mint a Dragon Ball kardokkal egyébként, shonen. Na már tudjuk ezt is, ugye. Annak idején nem voltak ilyen tudomások dolgokról, hogy shonen, csak hogy Dragon Ball kardokkal, meg Dragon Ball ninjákkal, ugye, ha már a Naruto is szóba kerülhet majd. És az első dolgom kb. Az volt, azután órák után elmentem Szefihez, ő akkor nem volt iskolába tudtommal, most ha jól emlékszem, és mondom neki, hogy figyelj már, hallottam egy animéről, az egyik csávó mondta, hogy olyan, mint a Dragon Ball, csak kardokkal. És hogy valami leech. És akkor úgy kerestünk rá, mint a torrenteknél a leech. Ugye? És így hát, elég sok idő volt így megtalálni. Nem az, hogy sok idő, de így be kell térni mindenféle hülyeséget, hogy leech anime. Aztán valahogy kiadta a bleach-et, és bleach, nézzük meg. És akkor megnyitottunk, láttunk pár képet, szerintem ez lesz az. És akkor kezdődött el a bleach. Imádat. Része az életemnek. Fú, az egy elég masszív epizód volt úgymond az életemen belül, mikor nem is tudom, Szefinél megnéztünk ott rögtön szerintem olyan 6 vagy 7 részt a Bleachből. Aztán fú, haza kellett mennem ugye, mert már este fele volt. Hazamászok nagy nehezen, írok ki Szefinek, hogy ne nézd már tovább, nagyon nézni akarom, holnap is átmegyek, vagy nem tudom. Aztán valahogy az lett a vége, hogy kiirattam vele DVD-ket, és valahogy úgy sikerült, hogy nem volt csak egy DVD-je másnap, és mit tudom én, 30. részig volt meg. Aztán én két nap alatt, vagy még talán aznap végignéztem az egészet, amennyi meg volt. Ez valahol a Zaraki Kenpachi harcnál lehetett. Ráadásul úgy, hogy a harc közepén lett félbehagyva gyakorlatilag a két résznél. Én meg agyfasz kaptam, ugye, hogy hát ezt nézni akarom tovább, meg minden, meg mit tudom én mi. Aztán Szefi valamiért nem ért rá pár napig, vagy lehet, hogy én nem értem rá, vagy nem tudtam elmenni, és emlékszem, hogy 3 napot kellett várnom, hogy folytathassam utána. Rohadjon meg. Az nekem egy nagy trauma volt. Aztán nyilván eszméletlen mennyiségben
daráltam a részeket. És ja, az volt így az első ilyen frissen megismert, tudatosan animét kereső ember fejével. Fú, ez a mondat, ez nem lesz jó, se jó most már. Értitek? Utána meg ugye kellett valami, Bleach pótlás, kellett valami. Mondom, akkor nézzünk már még pár ilyet, biztos vannak jók. Akkor hallottam először például Naruto-ról, az úgy nem érdekelt. Főleg azért, mert Cefi azt mondta, hogy nem olyan jó, túl van hype-olva, nem ezeket a szavakat használt, akkor még elég fiatalok voltunk. Szóval úgy igazából Cefi elvette az érdeklődésem a Naruto felől. Aztán én olyanokat, hogy Hunter x Hunter, meg ilyeneket, azokat nem ismertük, meg nem is igazán biztos, hogy érdekel. Lehet, hogy a fiatalabb koromban hallok a Hunter x Hunterről, akkor érdekelt volna. De hát nem. Szóval, mit tudom, elkezdtem így szemezgetni anime addict oldalon, ugye, és kiszemezgettem ott dolgokat, meg hát Cefi ajánlott Elfen Lied, az ilyen Full Metal Panic, az ilyen alap dolgokat igazából, nem is az, hogy alap, Death Note, nem alap, hanem ilyen, hogy mondjam ezt, ilyen, amit a leginkább szerettek annak itt akkoriban az emberek, Death Note, Elfen Lied, mit tudom én, volt még vagy 2-3 ilyen. Aztán rájöttem arra, hogy a Death Note kivételével egyik se fogott meg annyira, és elkezdtem inkább így magam keresgélni az ilyen gyöngyszem jellegűeket. Rátaláltam a Wolf's Rain címűre, azt hiszem, Wolf's Rain a címe, nem vagy benne biztos már teljes mértékben, az nagyon tetszett, annak így emlékszem rá, meg mit tudom én, a Fate Stay Night-ot is úgy láttam először annak idején, nem emlékszek semmire belőle kb. Jó, mondjuk láttam a movie-t, ami feldolgozza az egész alap animét, szóval valami rémlik. Azt meg nem is olyan régen, egy éve, vagy másfél, vagy kettő éve nézhettem meg. Próbálok mondani Gungrave. Próbálok mondani példákat, ugye. Ó, hát a Basilisk. Fú, de rá voltam függ, és most lesz a második évad a baszki. A Basilisknek. Meg azt hittem, hogy soha büdös életben nem veszik még egyszer elő. Az olyan kibaszottó kemény volt. Lehet az ott az első ilyen komolyabb dolog, úgymond, amit láttam, de az nagyon beteg. És amellett, hogy beteg, van egy eszméletlen feelingje meg világa. És most tényleg, hogy lesz az új, akkor újra kéne nézni a régit. Az új évad előtt. Mindenféleképpen szerintem. Ott volt ugye például a Black Lagoon. Arra is nagyon ráfügtem, és az is az se olyan volt, amit úgy nagyon sokan mondtak, megismertek, mert soha nem hallottam senkit, hogy Black Lagoonról, a Basiliskról, Gungrave-ről beszélne, pedig voltam azért tagja Urahara Shopnak, mint fordítólektor, voltam nagyon sok fórumon jelen, nagyon sok időben annak idején, teljesen más néven, amit nem mondok el azért se. Na, hogy visszaessen keresni a 15-6-7-8 ékorú, na, szóval 15-6-7-8 éves Castiel-nek a kommentjeit, meg hasonlókat. Nem csinálom ki ilyet. Tényleg, most én sem emlékszem, mi volt a nevem egyébként sok helyen, mert kezdetleges idők voltak még ilyen téren. Ja, aztán így magamnak megtaláltam ilyen nagyon-nagyon-nagyon király kis fű alatt elmenni animéket, amikhez már az kell, hogy azért benne legyen a témában, meg utána járja rendesen. És annak az időszaknak köszönhetően nagyon sok elég epikus dolgot megismertem. Aztán persze jöttek azért az ilyen mainstream-ebb dolgok. Oké, a Death Note is mainstream-nek nevezhető, de az egy olyan dolog, amit mindenki ajánlott, azt nem lehetett megkerülni se. Mit tudom én, a Code Geass, annak is rebesgetik erőteljesen a harmadik évadát, amit igazából aki odafigyelt, az tudhat, hogy nagyon régóta tervezve, és van meg egyértelmű, hogy folytatásért kiállt, hiszen a végét a másik évnak elbaszták, mivel egyértelmű sítve lett valamilyen szinten az, hogy Rurushu az életben van, és hát ő vezette a szekeret, vagy nem biztos egyébként, ez egy ilyen fan teori, de egy annyi ökörség van már, hogy ezt igazából elrontották, főleg azért rontották el, mert ők is ezt akarták sejtetni a készítők. Hogyha normálisan lett volna lezárva, akkor azt mondom, nem kell a harmadik évad, de így mindenféleképpen kell, mert olyan egyértelmű, hogy pont Rurushu az pont fogja hagyni bazd meg, hogy mit tudom én, fű alatt történjenek a dolgok. Na, francokat. Szóval abból is biztos, hogy lesz a következő 4-5 évben. Idénre rebesgetik, ugye, de nem vagyok benne biztos, de a következő 4-5 évben 1000% hogy lesz Code Geass 3.
Na hát, sok minden függőség volt. Az ilyen dolgok, mint a Hellgirl, Full Metal Punishment-ban annyira nekem azért, mint a Full Metal Alchemist, az nyilván mind a kettő, a sima is, meg a Brotherhood is. Igazából fogalmam sincs, és tudom, hogy mi a különbség a kettő között, hát a Brotherhood az teljesen anime alapján, manga alapján van, ugye, a sima meg az felénél, sőt, még talán korábban is rohadtul elmegy ilyen saját irányba, mert akkoriban még nem volt befejezve ugye a manga. És igazából a mai napig fogalmam sincs azzal kapcsolatban, melyik a jobb. Mert nekem annyira megmaradtak momentumok a simából, a későbbi szakaszból, későbbi részekből, meg annyival jobban működtek bizonyos jelenetek a simában, mint a Brotherhoodban, de a Brotherhoodban viszont később működtek jobban a dolgok, meg az az eredeti. Na mindegy. Aztán ugye, én emlékszem arra is, ez már jóval később volt, akkor már lehettem egy 20 éves, lehet nem annyi, de 18-9 biztos voltam, amikor elkezdtem nézni a Narutót, ugye. Hát ez hogy történt? Nyilván már akkoriban is úgy voltam vele, hogy szilveszter, ki nem szarja le, nem érdekel. Mit csinálok szilveszterkor? Üldögek otthon, játszogatok, valamit nézni kéne. Mit nézzek? Úgy néznék valami animét, valami jó hosszút. Mi legyen az? Nézem újra a gombolt? Hát azt nem nézem, azt most néztem egy fél éve. Bleach-et kezdjem újra? Már szar ez a fullbringes ökörség. Nem nézem. Hát akkor mi legyen? Hát... Még nem kezdtem el soha Narutót? Hát akkor elkezdem a Narutót. Benyomtam, és emlékszem, hogy este 11-től ilyen reggel 8-9-ig néztem, mondom, azt a rohadt életbe, ez rohadt jó. Pedig még nem is voltak olyan jók azok a részek, amik voltak akkoriban. Még nem is volt Shippuden. Vagyis, hogy már ment a Shippudenből pár rész talán, egy 30-40, nem biztos. De azt tudom, hogy én amikor beértem a Narutót, akkor volt a Shippuden olyan 100 rész körül. Szóval, ja, valamikor akkor kezdhettem, amikor a Shippuden az úgy 30-40 résznél járt, aztán olyan 2 hónap. Nem tudom, mit akartam kifejezni, ezzel mindegy, 2 hónaphoz kész. És az nekem egy nagyon nagy feeling volt ott anno, egyébként, meg hát sok minden köthető ehhez. Aztán manapság meg ugye úgy vagyok vele, hogy van egy-két dolog, ami rohadtul érdekel, csak hát egyszerűen képtelen vagyok azokkal se haladni, amik sorozatok és amik nagyon érdekelnek. A Mr. Robot második évadot tologatom már mióta. A Fargónak a harmadik évadát tologatom már mióta. És ezt nem fogom végig sorolni, hogy miket és mióta tologatom, mert fel tudnék sorolni legalább 40-50 címet, legalább ilyen 2-3 éves tologatással egy egyetemben. Szóval ide bepasszírozni animéket az kifejezetten nehéz, főleg, hogy rájöttem arra is, hogy én nem nagyon szeretek darálni animéket. Egy anime 15 percnyi játékidővel rendelkezik egy epizódban. És igen, úgy 15 perc általában, hogy outro, intro, plusz ugye ilyen előző részek tartalmából, mert ez inkább csak a shounen-eknél van jelen, egy rendes, úgymond rendes, mit tudom, 26 részes évados cucc, az általában azért inkább egy ilyen 18 perc, és akkor 4 percben le tud minden egyéb dolgot. Megnézel egy 12 részes animét, 12x18 perc, nem fogom kiszámolni. 3,5 óra tömény tartalom. És ez ennyi. Leülsz, 3,5 óra tartalom, amit úgy megnézem 5 órában összesen általában, és hát úgy vége van, és nem volt időd ez alatt megjegyezni az emberek nevét, többnyire főleg, hogy japánok, ugye, és hú, Shihara Marayu, Yugunmori, Jugunara Gamao, és akkor oké, hogy már hozzá vagyok szokva a japán nyelvhez, meg a japán nevekhez, meg a japán dolgokhoz, de azért büdös kurva egyben nem jegyzem meg 12 rész után a legtöbb karakter nevét. Ellenmenyes sorozat, általában egy 12-13 részes évad is ugye 40-50 perces részekkel operál, hogyha Netflixről van szó, vagy ilyesmi, akkor akár 1 óra 10 perces is lehet a rész össze-vissza minden, az konkrétan 10-12 órányi tartalom általában, ugye. Azért ott már van ilyen beidegződés az embernek, mert hát pont a Netflixnél pont az a jó. És igen, itt jön be az a gondolat egyébként, hogy a Netflixnél is nekem ez a sokszor a problémám. Ugye ez egy olyan hülyeség, hogy problémám, mert ez az én hülyeségem, nem kell ledarálni egybe a Stranger Things-nek a második évadot, hanem akkor húzzam szét egy hét vagy két hétre. De teljesen más élményt nyújt az, amikor
hétről hétre várod, hogy jöjjön. És végig egy epizódnak gondolkozol az epizódról, gondolkozol a karakterekről, beszélgetsz másokkal erről esetleg, és nem az van, hogy letudod az egészet, mit tudom én, tényleg ilyen két nap alatt, 6-6 óra, és akkor utána még egy napig úgy beszélsz róla másokkal esetleg, meg ilyenek, aztán így eltűnik. Vége. Vársz egy évet a következő évadra, hogyha lesz. Másik esetben ugye ez 12 héten keresztül történik. Szóval 3 hónapon keresztül beszélsz róla, nem pedig két napig. És így sokkal inkább, nem is az, hogy köztudatba kerül, de így a nyelveden vannak a karakterek nevei, és hát nagyon sok karakternek nem tudnám megmondani a Stranger Things-ből a nevét. Fogalmam sincs, hogy hívták a... Na, erről beszélek. Rohadt jó, imádom Stranger Things, fogalmam sincs, ki kicsoda benne. Névről. Ha mondják így, akkor, ja igen, igen, ő izé, a Dustin. Na most ő eszembe jutott például. De hogy ki van még benne? És akkor így visszaidézem azt a sorozatot, a Hell on Wheels, EMC sorozat, ment vagy 4 éve, utolsó évvel akkor ment le kb. Főszereplő Bohannon. Majd abból sem nagyon tudok már mást mondani, de ott eszembe jut. Vagy akkor mit tudom, Lostból, Jack Sawyer, Kate, Said, Boone, mit tudom én, Claire, na szóval érted itt. Jó, nyilván Lost-tal például az a hülyeség, amikor láttam, hogy ötször meg a kedvencem, nyilvánvalóan. Game of Thrones-szal is hülyeségnál például, de akkor most Gotham-mel is hülyeségnál például, mert ismerem fejbe az összes életformát. De értitek, mit akarok mondani? Most egy picit túlhúztam itt a mondandómat, hogy hétről hétre jobb nézni dolgokat, mint darálva. Mert ha én darálva, hát szerintem a legtöbb embernek így kellene, hogy legyen vele, mert ez így működik, hogy ha nézel valamit, az úgy veled van egy-két napig utána. Szóval megnéz egy kurva jó filmet, fú, azt rohadt, hogy veled marad. Ha nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon jó, akkor örökre is akár, ugye? De minimum egy-két napig azért az emberre vele maradnak dolgok, legalábbis aki nem koca nézi, ugye, hogy bemegyek, most megnézek valamit, megnézem ezt a filmet, jó film volt, na, hol egy nő? Szóval nem ez a fajta típus, mert ilyenből sok van egyébként. A mozinézőknek a fele az olyan ember egyébként, hogy azt tudja, mire ül be, csak úgy beül a filmre. Azt akkor lesz valami. Hú, ez Birdman. Hú, a Birdman, azt hittem, hogy szuperhős film. Miért a szar? Mit az elgondolkodtatás? Ne gondolkodtasson el egy filmet, ez egy szar. Értitek? Szóval ez rengetegszer tapasztalható. Na hát, és nem tudom, mit akartam már kifejezni ezzel. A lényeg az, hogy nekem értékét veszti a darálásban a dolog. Még hogyha úgy van, hogy mint a Mr. Robotnál, az első évadot részről része néztem, vártam, ha stb., ott megjegyeztem a karaktereket annyira, hogy a második évadot, ha ledarálom, akkor ne legyen ezzel probléma. Meg a harmadik évadnál se. Szóval, hogy egy évadot végignéztem így nagyjából hétről hétre, akkor az úgy megmaradt már annyira, hogy ebből ne legyen probléma későbbiek során. Viszont ha alapból darálsz mindig mindent, a Sons of Anarchy-nál volt nekem egy olyan problémám, hogy daráltam. Az volt a szerencsém igazából, hogy sokszor tartottam egy-két hetes szüneteket így évadok között, vagy mit tudom én. Hát az utolsó évad első két részét láttam valamikor egy évvel ezelőtt, és olyan fél éve fejeztem be, azt hiszem. Hát akkor kezdtem el nézni a 8. évadot, amikor átköltöztünk Harrisburgbe, még Amerikában. Akkor kezdtem el az első két részt, aztán az a szünet. És még Magyarországon fejeztem be. Tehát azon 3-4 hónapig volt. Jó, mindegy, mikről beszélek én egyébként össze-vissza? Ez most anime téma már. Jó, igazából nem tudok animékről most így jelenleg sokat mondani. Sokan is kérdezték tőlem is, meg Szefitől is, hogy miért nem szereplek annyira az anime podcast jellegűbe. Hát először is azért, mert nem nézek olyan mennyiségű animét, hogy én hozzá tudjak szólni bármihez. Most én mondok egy animét, hogy beszéljünk arról, mit tudom, van egy 3 órás podcast. Mindenki bedob két animét, akkor én arról a két animéről beszélnék fél órában, aztán két és fél órát ülnék és így hallgatóznék nagyjából, mert újat nem nagyon tudnak mondani az emberek, mert én követem napi rendszerességgel, hát nem napi, de olyan heti, havi rendszerességgel követem, milyen animék jönnek, milyen animék vannak, mik most a hype-olt dolgok, mik most a felkapott dolgok. Szóval tudom, hogy mi az a Psycho Mob, vagy mi a faszom, 100, azt tudom, hogy mi az, nem láttam, de tudom miről szól, tudom, aki a főszereplője, tudom, láttam jelentet belőle, trailert, mit tudom én. Szóval
most ezt hallgathatom, hogy valaki erről beszél, de egy, nem érteném a 80%-át, a 20%-át, meg amit értenék, azt már láttam. Vagy tudom, érted? Szóval ez egy ilyen felesleges dolog számomra. Aztán néha megnézek valamit, ugye most legutóbb, ugye, hát jó, az hétről hétre néztem igazából a Boku no Hero Akadémiát. Annál szerepeltem. Még a Steffi kis rakta szerintem. Lehet elbasztam ott az ökörségeimmel a videót. Minden. Gonoszság. De úgy nem. Én akkor baszok el dolgokat, amikor jól szórakozok, az a baj. Ezért volt rossz a Beyond Two Souls végjátszás. Úgymond rossz, mert az annyira élveztem, hogy szétbasztam mások hangulatát. Mert aztán most is van leszedve a gépemben, vagy 30 különböző anime egyébként, amiket megnéznék szívesen, azok az ilyen top priority dolgok, de mellette még van ilyen 800, de legalább amit úgy szívesen megnéznék, ha lenne rá időm. De soha büdös életben nem lesz. És hát most így gondolkozok, mik a kedvenc animéim amúgy. Van ugye az Animal Dixon, az a lista jelleg, azt lehet megnézem mindjárt. Mert méne. Rámentem most így a kedvenc animékre, és hát egy csomó itt van, ami eszembe se jutott hirtelenjében. Elég szomorú egyébként, nem jutottak eszembe. Hát most elmondjam nektek, hogy a kedvenc animém, animés listám az hogy néz ki. Rajta van a Advent Children, ugye a Final Fantasy 17. 17 hülye, az még nem ma lesz. 7, Advent Children. Hát az igazából nem feltétlenül anime, de movie-nak fel van tüntetve, de itt most így sorozatokról lenne szó inkább. Ugye Code Geass első évad, a másodikat egy picit túlzásnak éreztem annak idején, az úgy nem fogott meg annyira erőteljesen, de az is kibaszott jó ettől függetlenül. Wolf's Rain ugye, arról már szóba, azt már szóba hoztam. Basilisk ugye azt is, Dragon Ball Z nyilvánvalóan. Hagane no Renkinjutsu. Nem, Renkinjutsushi. Jó van, hagyjuk. Által Full Metal Alchemist. Mind a kettő, szóval Brotherhood is. Itt van a Halo Legends. A Halo Legends az egy ilyen... Fogalmam sincs, hogy hogyan fogalmazom, még nagyon rég láttam, még valamikor 2010 év közepén valamikor. Ez ugye a Halo játékokon alapuló valami, de olyan baszottul jó feelingje van, meg annyira jól belemegy a lore-ba, hogy zseniális. Black Lagoon, meg a Black Lagoon-nak a második évada, mondjuk ez már szintén inkább egynek minősül, mint kettőnek, az Aoi Bungaku dolog, series, sorozat, ami ugye arról szól, 12 részes ilyen anime, lényegében antológia, csak nem egy rész dolgoz fel egy epizódot, hanem konkrétan, mondom is nektek ez hogy van pontosan, hanem valamikor több rész dolgoz fel egy sztorit. Az első 4 rész az egy sztori, az 5-6. Rész egy sztori, 7-8 egy sztori, 9-10 egy sztori, 11 meg 12 egy-egy külön történet. És mind egyébként egy ilyen, fú, el nem mondom nektek, hogy kinek a könyvéből íródott, vagy hogy van ez, mert mindjárt megmagyarázom. Ja, a lényeg az, hogy az Aoi, japán szavak, Aoi Bungaku Series című anime, az lényegében arról szól, hogy ilyen régi nagy-nagy-nagy japán történeteket, irodalmi műveket vitt képernyőre, ugye, hogy megismertesse az emberekkel azokat a dolgokat, amiket már manapság ugye elég kevesen olvasnak. Pedig megéri, és van közöttük az első 4 rész, az olyan eszméletlen, brutális baszki, hogy a mai napig egy 10/10 az egész anime. Úgyhogy kb. Azon kívül nem is nagyon tetszett úgy igazán egyik-másik sztori se, de az első 4 rész az valami lehengerlő baszod. Oké, utána is volt egy-két jobb, meg mit tudom én mi, de ez a No Longer Human, ez annyira kemény. Nekem így ez lelki összeroppanás volt. Itt van még a Death Note, ugye, a Naruto Shippuden, a sima nincs itt, mert a Shippudent minusz fillerek, azt imádom. Szerintem az egyik legtökéletesebb alkotás, ami valaha készült Shonenben egyébként. Tényleg, hogyha kivesszük a képletből a fillereket, mert annyira zseniálisan össze van rakva az egész világa, annyira mélyre bele van menve a lore-ba szintén, hogy még 500 rész alatt, amiből igazából olyan 250-300 rész az, ami rendes sztori. Ja, szóval mindenféleképpen. Szóval itt van a Shingeki no Kyojin második évada, ugye az Attack on Titan második évada. Az elsőnél nem voltam annyira elragadtatva, de a második az ugye meséltem is róla már, hogy mindegyik egyik legkirályabb árulási rendete, meg úgy nagyon sok téren nagyon-nagyon király volt.
És hát, mint azt talán tudjátok, ide jön a harmadik évad, ami, hogyha 12 részes lesz, az elég középszerű 12 rész lesz egyébként, ott nagyon politika, jó, most nem akarok spoilerezni a mangából, srácok, egyébként, hogyha előrevetítem azt, hogy mi lesz a későbbiekben az Attack on Titanbe, tehát nem akarok spoilerezni egyáltalán meg semmit, de baszki, az Attack on Titan által felvázolt világkép, világ, az romokban. Mármint, hogy amit látunk az animébe, abból valami teljesen más lesz. És minden idők legkirályabb ilyen, nem tudom, stílusváltása történt. Én erre úgy fogok csinálni egy Attack on Titan spoileres agyfaszt. Ilyen miről szól dolgot. Mert az Attack on Titan pont az a sztori, meg az a baj, senki nem nézi meg, mert senki nem, mert nem az, hogy senki, de kevesen ismerik a mangát. Na mindegy. A lényeg az, hogy az egyik legbrutálisabb dolog az Attack on Titan, és nem azért, amiért az emberek szeretik, nem azért, mert hú, de véres, meg óriások, meg menő karakterek. Nem, hanem úgy meg van írva, mint a büdös kurva élet. Komolyan mondom, nem tudok példát felhozni, igazán mindig azt mondanám, hogy Game of Thrones. Game of Thrones első pár évad szinten megírt, csak hát csavarok tekintetében nem pont az. Ezért nem tudom, hogy úgy tudnám mondani, hogy Lost szintű csavarok lesznek, meg már volt is egy-kettő egyébként, plusz Game of Thrones szintű írás. Most képzeld el, hogy a Lostot meg a Game of Thronesot így a legerősebb aspektusaiban egybe rakjuk. Hát az Attack on Titan. Szóval ennél szebben nem tudom megfogalmazni, ennél jobban nem tudom éltetni. Nagy kedvenc még a Planets. Planetes. Ez ilyen űrszemetek. űrszemeteket szedő emberekről szóló. Nagyon jó kis érzelmes, meg mindenféle feelinges sorozat. Anime. Emellett Psycho Pass. Csak is kizárólag az első évad. Annyira király benne a gonosz, hogy az valami eszméletlen. Szóval Psycho Pass első évad. Steins Gate, nyilvánvalóan. Ez túlzás, hogy nyilvánvalóan, mert vannak vele problémám egyébként, szóval nem tartom annyira 10/10-nek, mint amennyire 10/10-nek van beállítva, csak egy ilyen 9,5/10-nek. Most ezt nem ez az a hely, ahol megindoklom. Csak így most szóba hozom, akkor megy őket. Nem olyan régi dolog a ReZero. Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. ReZero. 25 részes első évad. Fú, de kegyetlen. Szóval ebbe is volt olyan epizód, hogy én éreztem a fájdalmat. Hát most ebből is akarok spoilerezni, valaki nem látta, de aki látta, az tudja mikor. Mikor látszott ott az épületet, hogy ott van valamilyen lény. Most ezt én nem tudom jól megfogalmazni, és mikor a karakter az el volt rabolva, ugye, és újra megtette az utat, hogy eljusson vissza a várba, ahol ugye, ahová oda keveredett a sorozat elején. És újra meg újra a végtelenségig. Az olyan kibaszottul fájdalmas volt nekem, az az egyik legkirályabb sorozatos momentum volt szerintem az epizód. Na mindegy, erről is tudnék áradozni egyébként egy eszmétlen módon. Nyilván kedvencekről az ember azért, mert azért tud beszélni sokat, mert nagyon szerette, vagy valami. Engem lepedünk a legjobban egyébként a ReZero-nak ez az eszmétlen minősége. Ez hosszú utam egyébként lehet nem működni annyira ez az anime. De kíváncsi vagyok a második évad, hogy lesz valaha. De nagyon hadarok már mi. Lalalala. És akkor utolsó ilyen nagy kedvenc a Zetsueno Tempest The Civilization Blaster. Na ez az anime, amit szintén soha büdös életben nem hallottam még senkitől, hogy szóba hozza. Viszont nagyon-nagyon eszméletlenül durva. Shakespeare-i. Szóval eszméletlenül művészi. Nagyon sokszor, pont nekem való, mert nagyon sokszor nem is konkrétan a cselekmény van, hanem gondolatban történik a dolog. 5-6 részen keresztül, van egy olyan része így a közepén az animének, mikor ilyen 4-5 részen keresztül csak beszélgetnek. És a beszélgetésből folyamatosan jönnek a csavarok. És próbálják megoldani bizonyos szituációkat szóban. Egy ellenség, hát igazából 3 ellenség valamilyen szinten. Nem tudom ezt így felvázolni, de Shakespeare-i. Eszméletlen filozofikus, eszméletlen művészi. Az egyik legkirályabb dolog, amit láttam valaha. Ezt így felmerem vállalni egyébként. Na mindegy. Szóval ezek a nagy kedvenceim, így pluszba hozzáteszem ez a videóhoz ezt.
És hát van még pár dolog, amit szívesen megnéznék, remélem valamikor tudok időt szakítani erre, arra, amarra. Köszöntöm szépen a figyelmet, Grimjob, Jagger Jack, Jagger Jack, Jagger Jack.